Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk megtisztítani az ereinket. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az artériákban, az erekben található lerakódások, plakkok mennyiségéről a legjobb képet a koszorúér kalcium teszt segítségével kaphatunk. A mérés értéke 0-tól több százig terjedhet, minél magasabb, annál több a lerakódás, annál inkább megnő a stroke, a szívroham, a koszorúérbetegség, a magas vérnyomás kockázata. Az első és legfontosabb lépés az inzulin csökkentése, ami elsősorban a szénhidrát bevitelünk csökkentését jelenti, tehát kevesebb cukor, gabonaétel, finomított szénhidrátokat tartalmazó étel, illetve magas keményítő tartalmú étel. Az inzulin csökken a bőjtölés alatt, tehát a kevesebb evés kulcsfontosságú az inzulin normalizálásához, így végeredményben az erek megtisztulásához. Rendkívül fontos az elegendő napi pihenés is, mivel az inzulin az alvás alatt normalizálódik, azaz az inzulin érzékenysége és mennyisége is jelentősen függ az előző éjszakai alvás hosszától, más szóval, ha nem pihenjük ki magunkat, másnap rosszabb lesz a cukoranyagcserénk, később állandóan magas lesz az inzulinunk. A magas inzulin a felelős elsősorban az erek belső falán a gyulladások kialakulásáért, melynek végső következménye az erek megvastagodása, azaz a lerakódások kialakulása az artériák falán. A második eszköz a kezünkben a K2 vitamin és a D vitamin tudatos bevitele. A K2 vitamint elsősorban erjesztett ételekkel, például savanyú káposzta, máj ételekkel, csirkemáj, marhamáj, tojással, vajjal és a keményebb sajtokkal tudjuk pótolni. A D-vitamin pótlásához a napon való tartózkodás a leghatékonyabb eszköz a kezünkben, ha pedig készítményekkel pótoljuk a D-vitamint, legalább napi 10 000 nemzetközi egységet célszerű bevinni. A K2 vitamin feladata ebben az esetben a kálcium távoltartása az erek falától, a D-vitamin pedig a lerakódásoknál jelenlévő kálcium mobilizálásában, azaz elmozgatásában játszik fontos szerepet. A harmadik a kálium, mely az erek rugalmassá tételében segít, így a vérnyomás csökkentésben, a D-vitaminnal együtt pedig még hatékonyabban működik. Az összes vitaminból, ásványanyagból és nyomelemből a kálium az, amelyből a legtöbbre van szükségünk. A kálium legjobb forrásai a zöld színű zöldségek, mint leveleskel, brokkoli, a kelbimbó, a kelkáposzta, rukkola, a salátafélék, a spenót, a sóska és mások. Kiegészíthetjük a napi kálium szükségletünket elektrolit tartalmú italporral, például ajánlom figyelmetbe az elektronikot, melynek napi adagjával 1000 mg káliumot vihetünk be, kálium citrátból, és tartalmazza a többi ásványanyagot, illetve az összes nyomelemet nagy dózisban, melyek segítenek a kálium természetes módon történő érvényesülésében a szervezetünkben. Negyedik fontos hatóanyag az erek megtisztulásához az E-vitamin, azon belül is a tokotrienolok. A legtöbb olcsó E-vitamin kapszulában tokoferol van, de kaphatók már tokotrienol tartalmú kapszulák is. A tokotrienolok 50-szer hatékonyabbak a tokoferoloknál. A természetes E-vitamin pótlásához a legjobbak a már említett zöldszínű zöldségek, az olajok közül a hidegen sajtolt homoktövis magolaj és a búzacsíraolaj, napi 1-2 kanállal belőlük. Kisebb mennyiségben a diók, a magvak, mint a napraforgó mag vagy a tökmag. Ha nem megfelelő a véráramlás, a szívizomsejtek elpusztulnak és hegszövet alakul ki az izomszövet helyén. A természetes E-vitamin a hegszövet kialakulásának a kockázatát csökkenti, illetve csökken a hatására a szabad gyökök száma, így végeredményben a gyulladások és a lerakódások mértéke az erekben. Ötödik lépésben fontos emelni az omega-3 bevitelt is a táplálkozásunkban, halak, lazac, dió, hagyományos módon zöldfüvetetett marhák húsa, illetve célszerű szedni egy jó minőségű omega-3 készítményt is. Kulcsfontosságú ezzel egy időben a növényi olajok kizárása, lecsökkentése, mint a napraforgóolaj, repceolaj, kukoricaolaj, szőlőmagolaj, tökmagolaj és mások magas omega-6 tartalmuk miatt. Minél magasabb az omega-6 szintje az omega-3-hoz képest, a szervezetünkben annál inkább nő a gyulladások esélye az artériákban, ami később lerakódásokhoz vezet.
Hatodik lépésben pedig a polifenolok, az antioxidáns vegyületek bevitelével tehetünk még az erek, az, hogy az erek megtisztuljanak. A flavonoidokat, polifenolokat célszerű minél természetes formában bevinni, tehát például a kapszulázott formák helyett jobbak az eredeti növények, vagy a belőlük közvetlenül készített italok és ételek. A gránátalma magja és a 100%-os gránátalma lé hatékony vérnyomás csökkentő, a fekete berkenyének komoly inzulin normalizáló hatásai vannak. Mindkettő csökkenti a gyulladásokat az erekben, ezzel jelentős mértékben gátolva a lerakódások mértékét. A szívünk és az ereink imádják a fokhagymát, naponta együnk meg néhány gerezdet, például összenyomva salátákba vagy mondjuk szószokba keverve. Szedjünk rendszeresen algákat, klorellát és a magas asztaxantin tartalmú H. pluviális algát. Az asztaxantin csökkenti az érfal vastagságát, növelve az erek rugalmasságát, a klorella pedig tartalmaz káliumot, klorofilt és E-vitamint is. Mindkét alga megtalálható az Immunex alga komplexben. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet az értisztításról, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangomra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!